Évek óta Szent Iván nap környékén tartja Szent János Bogár sétáját a Bükki Nemzeti Park igazgatóság Felső-Telken közelében, ugyanis ilyenkor kezdődik a rajzási időszak. A program során kísérletekkel és előadásokkal mutatták be többek között a hazánkban élő három Szent János Bogár fajtát, a fényszennyezést, valamint az élőlények fénykibocsátásának jelenségét. Nem csak úgy szórakozásból világítanak az élőlények, hanem ennek megvan a maga élettani, illetve életmódbeli szerepe. Például hasznos lehet védekezésben, hogyha ragadozók elriasztásában, táplálék odacsalogatásában, illetve szaporodásban is. Ugye a Szent János Bogár esetében a párválasztásban van nagy szerepe a világításnak. Az előadáson elhangzott, a kifejlett Szent János Bogarak körülbelül 2 hétig élnek, ilyenkor már nem táplálkoznak, fő feladatuk a pártalálás és a szaporodás, életük jelentős részét lárvaként töltik. A fejlődésük elég különleges, a lárvák azok 1-2 évig fejlődnek, tehát elég hosszú a lárvális fejlődési idő, és csigákkal táplálkoznak, tehát nagyon hasznosak lehetnek számunkra is. Úgyhogy ha valakinek a kertében van Szent János Bogár, az örüljön nagyon, mert a lárva alakban nagyon sok csigát elfogyaszt a Szent János Bogár, több száz csigát esznek meg a fejlődésük során. Az esti órákban a kőközi tanösvény mentén haladva szakvezetett túrán vettek részt az érdeklődők. 3 turnusban figyelhették meg az éjszaka zölden világító Szent János Bogarakat, valamint az éjszakai lepkéket.